Régen volt már igazi, komoly, sok szakágat felölelő verseny idehaza atlétikában, szabadtéren. Az Országos Szövetség meglehetősen óvatos a vírus utáni újraindítást illetően, és ez nem igazán jó az atlétáknak, akik országszerte rettentően vágynak már arra, hogy versenyezhessenek. Éppen ezért volt nagy sikere a Szekszárdi Sportközpont szakcsoportja és a Sportvélemény Alapítvány szervezte hiánypótló országos versenynek a Szekszárdi Atlétikai Központban, amit a minap rendeztek meg. Nem csupán a Dél-Dunántúli kisebb-nagyobb klubok érkeztek, hanem a főváros és környékét, sőt, az alföldi klubokat is megérintette a szekszárdi verseny híre, amiért nem győztek hálálkodni a versenyek szervezésében egyébként is jeleskedő főszervezőnek, Scherer Tamásnak, a Szekszárdi Sportközpont szakági edzőjének. Hát mondhatjuk azt, hogy ez az első olyan teljes verseny a COVID-19 után, ahol szinte minden versenyszámot és minden korosztályt megszólítottunk. Azt beszéltük, hogy a kalapácsvetést és a rúdugrást azt most kihagyjuk, de az összes többi versenyszám megtalálható a palettán. Több olyan versenyszám, ami fedett pályán, akár a Dombóváriak, Bonyhádiak, Szekszárdak, közösen voltunk döntőbe, újonc súlylökés, vagy egy 60 méteres síkfutás, akik most 100-on futottak az IFI-be, tehát ismerik egymást a gyerekek, és ehhez jöttek a régión kívül olyan ellenfelek, akik szintén ott voltak ezekben a döntőkben, úgyhogy egy erős mezőn gyűlt össze néhány versenyszámban. Az érdeklődés fókuszában volt több kiváló korosztályos, Tolnamegyét képviselő atléta is. A Szemerei Levente akadályfutására mindenképpen kíváncsiak vagyunk, azt hiszem nem csak mi szekszárdiak, hanem mindenki. Emellett Szilágyi Peti már futott 100-on, egy kiváló 11.43-at, és nagyon kíváncsian várom én a férfi magasugrást, ahol Erdélyi Zoltán visszatért, és edzésen már jó eredményeket produkált, valamint a nemrég Kecskemétre igazolt német Mátyás, aki múlt héten 2.05-ös egyéni csúcsot ugrott, egy jó kis küzdelem alakulhat ki belőle. A 100 méteres síkfutásban a Dombóvári Atlétika új süttető ifjúsági sprinter tehetsége és már bajnoka is, Iberhard Bence volt az egyik esélyese a futamnak, aki a szakemberek szerint betöltheti a távozó Farkas Bence után keletkezett űrt a dombóvári szakosztálynál. Narancssárga felsőben a négyes pályáról rajtolt el Tarimre tanítványa. Íme a szoros remek verseny egyikére egy jó példa. A dombóvári sprinter győzött, de rá jellemzően most sem volt elégedett, noha neki is a hosszú szünet után ez volt az első versenye. Azért egy 11-20-at elvártam volna magamtól, de hát ez lett. A Honvéd kupán és más júliusi versenyeken meg lehet az a bizonyos 11-20, annál jobb is. Ez edzője szerint az elmúlt 3 hónap kihagyása ellenére is benne van a srácban, aki párját ritkító vasakarattal kőkeményen edz. Nagyon akar. Igen. Nagyon akar. Na most ezért nyerte meg az OB-t is, mert borzasztó mód akart. De van az, amikor a mozgást görcsössé teszi, akkor hátráltatja. Ma azt láttuk, úgyhogy. 27 egyesület képviseletében valamennyi korosztályban a kalapácsvetés, a rúdugrás és a gyaloglás kivételével a sportág összes szakágában zajlottak versenyek a Szekszárdi Sportközpont rekordtámpájáján.